Mennyi lehetősége van egy mai fiatalnak, aki akadémista lehet, ilyen környezetben tanulhat, ahhoz képest, ami volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogy látod? Én nagyon boldog lennék, ha most lennék 14 éves, és jöhetnék ide a Puskás Akadémiára, hiszen fantasztikus környezetben, fantasztikus lehetőségek vannak, úgyhogy itt minden adott a gyerekeknek arra, hogy nagy futballisták legyenek. Az edzőistábbal is beszélgettünk, és bártam kimerem jelenteni, hogy ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél több jó játékos, válogatott játékos, európai és világklasszis nevelődjön itt. Hogy látod egyébként a jelenlegi képzés nehézségeit, mert ugye sokan türelmetlenek, azonnal várják az eredményt, hogy világklasszisokat termeljünk, képezzünk ki az akadémiákon, de nyilván ez nem olyan egyszerű. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok munka kell. Én olyan emberek vannak itt, akik elszántak és mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél jobb játékosokat neveljenek ki, de viszont a közönségnek is türelmesnek kell lenni. Tehát mindenki most mondja, hogy 10 év alatt hány játékos neveltek ki az akadémiák. Kezdjük azt, hogy nagyon-nagyon sok probléma van még, amit meg kell oldani a magyar labdarúgásban és az utánpótlás szinten, gondolok itt a 6-12 éves korosztályra. De azt hiszem, hogy egyre jobban most belelátok itt a Puskás Akadémiának a munkájába, és látom azt, hogy nagyon-nagyon jól dolgoznak az edzők, nagyon sok tehetség van, de viszont azt is tudni kell, hogy egy Anderlecht, egy belga kimutatás szerint 10 000 gyerekből lesz egy klasszis játékos, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok gyerekkel, nagyon sok munka, és akkor reméljük, hogy előjönnek majd a tehetségek is. Visszatérő probléma, hogy van fiatal, aki taktikailag érett, mert sokat tanult az edzőjétől, de esetleg egyéni képzésben lemaradt, vagy van, aki nagyon ügyes, viszont csapatban nehezebb integrálni. Hogy látod most jelenleg az akadémiai korosztályoknál, hogy mire kell nagyobb figyelmet fordítani, az egyéni vagy a csapatképzésre? Tehát ez egy nagyon összetett feladat, tehát itt kell a csapatjátékot is, de természetesen az egyéni képzést is kell súlykolni. Az utóbbi időben az volt a legnagyobb problémánk, hogy robotokat akartunk termelni, és csak olyan játékosokat, hogy tolódjanak a pályán, de viszont hiányzott a kreativitás a játékosokból. Ahogy itt hallottam, itt nagyon-nagyon törekednek arra, hogy olyan játékosok tudjanak kikerülni az akadémiáról, akik vezéregyéniségek, kreatívak, és tudják magukkal ragadni a többieket.